Dombóváron tartott lakossági fórumot az ellenzéki összefogás egészségügyi szakértője Komáromi Zoltán, aki a tájékoztató előtt a helyi kórházba is ellátogatott. Mint mondta, véleménye szerint a városi intézmények működtetési jogát vissza kell adni a települési önkormányzatoknak. Ha egy kisebb közösség ott, helyben lát valamilyen problémát, mindig megtalálja azokat a lehetőségeket, amivel meg tudja oldani. Budapestről, vagy akár valami messze levő megyeszékhelyről, nagyon nehéz ezeket az operatív dolgokat észrevenni és megoldani. Komáromi Zoltán szerint Magyarországon hiányzik körülbelül 5-6 ezer rutinos szakorvos és 10-12 ezer ápoló. Emiatt úgy véli, nővérszállásokat kell kialakítani a városi kórházak térségében, illetve azokon a településeken, ahol kórház és középiskola is van, egészségügyi képzést kell indítani. A kisvárosba Évente 40-45 18 éves diák végzett, érettségizett, és a kétharmaduk elhelyezkedett annak a várostak vagy a környékének az egészség intézményeibe. Kötődött a településhez, megtanulta a szakmát és dolgozott. Mint fogalmazott, ezekkel az intézkedésekkel a kisvárosi kórházak megtalálják a helyüket az egészségügyön belül.